Halló, halló, sziasztok, szép estét minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával, nézzük is a mai piaci áttekintést. Azt mondja, hogy a mai fő cím, úgy tűnik a 28.800 dollár volt az alja, egyre inkább úgy tűnik, mindjárt mutatom miért. A Bitcoin 21.350 dolláron, hát 0,75% mínuszban, minden mozgó átlag alatt, a napi RSI 38,3-on van jelenleg. Kisebb nézetben, 4 órásban így néz ki, 1 órásban így, 15 percesben pedig így, és akkor másik irány heti gyertyánk az ilyen, a havi pedig ilyen. Jó, és körülöttünk mi a helyzet, már rég mutattam, rég néztem körül. Újra hétfő, megint beindult a világpiac, beindultak a világpiacok. Azt mondja, hogy aranypiac, az aranka 1735 dolláros áron kapható, egy 0,6%-ot már megint csökken, nem bírta ugye már az 1800-at megtartani, sajnos, a lakásindex ritkán mozog. Na, a USA dollár erősség a többi valutához képest mindjárt 190, ha ma már 190 is volt, most 108,9 van, már 109-nek mondhatjuk. Nagyon megy felfelé, mindenki USA dollárba menti most a pénzét itt ki tudja milyen csúnya helyzetek előtt, recesszió előtt. Azt mondja, hogy hagyom el, ja igen, az olajnak az ára, na hát ez mikor még a híreket elkezdtem olvasni, pirosban volt, nem baj. 0,3% plusz van az olajára, még mindig 90 dolláron, még mindig nem bír felmenni annyira se az ára, mint a háború előtt volt. Jó, a gáznak az ára 4%-ot nőtt, na a gáz, az, jaj már 10-et megütöttem, a 9,982 volt, az volt a plafonja ma. Azt az eget, hát 10 dollárt az át fogja verni a gáznak az ára. De szerencsére én annak az egynek örülök, hogy szerintem akkor a többiek is, ha a német tározók 77%-on van, és remélem, hogy a 100%-os tárolókapacitással átbírunk vészelni egy telet, nem csak egy két hétre elég a 100%-os tárolókapacitás, vagy valami, mert az nagyon jó hír, hogy 77%-on állnak már a németek, és akkor hiába zárják Putyin, meg így, meg úgy, majd veszünk azért drágábban, mindegy, de a USA-ból, meg Indiából, meg minden felől gázt, ha kell. Csak erre, ha 77% már fel van töltve jó áru gázzal, akkor már csak átvészeljük ezt a telet. Tankozás 0,5%-ot csökkent, oké, annak csak örülök, de hát ebben nagy csökkenés nincs, ez úgy megy fel, mint az állat itt egy jó ideje. A világpiac alja óta. Ja nem, mert jó, mindegy, jó, tankozás nem szeretem. Félelemindex, hú, egy 13,5%-ot nőtt, felment a félelme, aha, 23,5-re, 23,4-en van a félelemindex. Hát itt valószínű volt, hogy 20-ról pattam, meg ott plafonosolt mindent, retretre, pont itt jókor ugye vár, itt kivettük a pénzeket, és akkor megvártuk, visszavettük olcsóbban, na tovább. Dow Jones 1,5% mínuszba, S&P 1,75% mínuszba, Nasdaq mínusz, vagy 2,25% mínuszba, 2,25% mínuszba. Ugye már Dow Jones már jön az alsó fehér vonalig, az S&P már el is érte, már meg is pöckölte, már azon pattog, most az alsó fehér vonalon 4150-en. A Nasdaq pedig már kicsit még túl is szaladt rajta, 13.000-en, 12.950 környékén van most jelenleg. Na de a legszebb az egészbe, hogy a Bitcoin már kiszakadta előre magát. Ja, kétféleképpen is kell mutatni, egyszer mutassam napival. Nem napival, az még mindig sok lesz. Napival nagyon sok, persze, azért. Na, 15 percesben így rendesbe. Tehát mentek ugye bár ők egy-két hete egymás mellett, Bitcoin meg hagyományos tűzs, de itt még kicsit lentebb jött a Bitcoin a sárga vonal, és túlszakították, már 18-án este túlszakították a Bitcoint. 18 vagy 19 volt péntek. 19 volt péntek, mert csütörtök este túlszakították, pénteken csodálkoztuk, hogy jaj, hogy leesett a Bitcoin, meg törtörtörtör. Hát azért, mert a hagyományos tőzsdének is korrigálni kellett. Hát hagyományos tőzsde utána péntek napközben indultunk, és akkor most szakadtunk be oda, ahova kellett, ide 4150 dollárra. Úgyhogy egyszer ugye, mert túl is szakadta magát a Bitcoin, de ami a vicces, ami a legjobb az egészben, hogyha megnézzük a mai nyitás óta, 3:30-kor, ahogy elindult a tőzsde, a tőzsde az jön lefelé, a Bitcoin meg felfelé, a Bitcoin már úgy kiszakadta magát előre, hogy ne, szerintem az pórójárós át, majd meglátjuk, hogy mi lesz még, mert azért jöveget még lefelé, de már úgy eljött, megállt egyet, reméljük nem akar lentebb menni, mert pattorászás, mert csak megy fentebb a hagyományos tőzsde, hogy a Bitcoin még jobbat erősödött már ma. Pedig ugye már ezen a héten, hogyha szakad a tőzsde, akkor a Bitcoin is szakadni fog, tehát elvileg csak hát mindegy, legalábbis én azt előre láttam. Ha ez ennyit már beszakadtam, ennyit kellett neki, 20 000-ig majdnem lejött csütörtök pénteken, akkor ez már nem fog jobban lemenni, és nem is megy le jobban. Most már többen pluszban van a Bitcoin hagyományos tőzsde, mínusz 1%-ban a Bitcoin, meg a délután 3:30-es nyitáshoz képest plusz 1%-ban van. Legalábbis az S&P-hez hasonlítva most így oké. Okay. És akkor ezzel meg vagyunk.
Jó, vissza a bitcoinra, csak belövöm itt napiba, hogy jó nézen ki, meg jó helyen legyen a minden. Na, oké, egy mentés, és akkor haladjunk is tovább. Hát, itt most likvidációkat nem is lesz érdemes nézni, úgyhogy olyan piciket mozgott itt, meg volt tőkeártékt kiírtás fél billió dollár értékben, ugye 500 millió dollár értékben, még többe is. Csütörtök este, péntek reggelre, úgyhogy az már le van tudva. Heti Wall Street is, na ezért, mert még nem rögzültek a neuronok úgy, hogy reflexből mutassam mindig a hetit. Na tehát vissza a Wall Streetre, mutattam a napit, akkor most végigzongorázom, kezdjük a, hát kicsit 15 perces, az nem lényeg. Napiba Dow Jones, S&P, Nasdaq, és akkor a hetibe is, hogy nagyobb képet lássunk. Hetibe Dow Jones, S&P, illetve Nasdaq. Jó, na így, így tiszta a kép. És akkor haladjunk tovább. Jó, tőkeáltétesek át, aztán nagyon hamar itt most betölti magát, akkor már ránézek, de utána kikapcsolom most, hogy most oké, hát akkor a gyertyák már nem lesz, mint 19-én. Jó. Meta, hányan keresnek a kifejezésekre? Oldalazás semmi, mint egy kicsit erősödne, na majd meglátjuk. Jó, de egyelő oldalazás, hogyha nagy képet nézzük, semmi extra. Piaci értékek tekintetében hol tartunk? Az Ethereum 5 helyet csökkent, 63. helyen van jelenleg. 192 billió dolláros a piaci érték, és 1579 dolláros áron kapható van. Megint 1500 az Ethereum. Azt mondja, hogy a Bitcoin pedig a 16. helyen van, 408 billió dolláros a piaci érték, és 21.360 dolláros áron kapható. Mit jelent ez magyar forintban? 8.750.000 forintot ér el egy darab Bitcoin, vagy 8700 grammja, hogyha úgy vesszük. És akkor a magyar forint hogy áll a dollárhoz képest? Na, mágya, jaj, mit gyengült meg, oly, de mekkora egy gyengült. 403-on voltunk még az elmúlt napokban. Most már 410 forintba kerül egy USA dollár. Jaj, de jó, egy kicsit itt megtartja magát, fel is vihetem a számolómat, akkor nem 380 lesz a függvény, amivel számolom az egy kriptóimnak az árát USA dollárba, hanem már 400-ra felvihetem, még 5%-kal több pénzem lesz, van most is, vagy 10 misi benne. Akkor 500 ezer forintra egy fél millió, csak azon nyerek, hogy romlott a forint, és ugye kriptóba tartom a pénzem, amit USA dollárba mérnek. És a forint úgy romlik, hogy egy fél millióval több, 10 millió, fél millióval több pénzem lett, csak ettől, hogy azért 380-ról felvett 410-re, vagy 400-ra az ára a az USA dollárnak, vagy nem, hogy felment, hát erősödik a USA dollár, meg gyengül a forint, meg gyengül az euró is, meg minden most a dollár erősödik eszméletlenül. Jaj, de jó, kicsit megtartja itt, 4-10 körül nem esne vissza, már csak 404-re, 406-ra, 408-ra, ilyesmire, akkor már le is cserélném a 380-as számot a függvényembe, 400-ra. Jó, tovább azt mondja, hogy CoinMarket Cap, a kriptotér összpiaci értéke 1 trillió dollár, 1,01 század, a 24 órás kereskedelmi mennyiség 67 billió dollár értékben zajlott, akkor 6,5 százalékával kereskedtek a teljes piaci értéknek. Jaj, de jó, a bitcoin erősödik vissza, a bitcoin dominanciája 40,3 százalékra nőtt, az Ethereum 19 százalékon maradt, valahol itt volt tegnap is. Akkor a többi kriptóban 40,7 százalék van, milyen ismeretlen szarok vannak itt fent, na majd megnézzük, azt mondja, hogy top 30-ba mi történt? Még hogy nem nagyon indult el a visszavásárlás, amint elindul, akkor ugye már Binance USD vissza fog itt esni a 7-8. Helyre. Remélhetőleg még a 9. helyre csak el kéne már Szalonának indulnia. Jó, nagyon változások nincsenek, Cosmos 26. De DeFi-ban mennyi tőke van lekötve? 61 billió dollár volt tegnap, most ugyanúgy 61 billió dollár van lekötve. És akkor egyes blokkláncokban melyikben van több kevesebb tőke lekötve, plusz 25%, na a Tron 6,5%-kal több van lekötve benne. Tehát, hogy az ETH W-ből pumpálják át a pénzeket, amikkel már lehúzták az embereket, már nem, hát jó, az még nem olyan nagy tőke. Hagyjuk is, fúj, Tron, nem szeretem a Tron, mert Justin Sant inkább, mert fura az a figura. Jó. EOS-ba 9%-kal több van lekötve, hát majd esetleg talán lesz valami az EOS-ból, utóbbi időben nem csináltak semmit. Jó, ez ennyi is volt. Hop, jaj, de kíváncsi leszek, nézzük először az NFT-ket, hogy mennyire mennek. NFT-ke 19 millió dollár értékbe vásároltak az elmúlt 24 óra folyamán, 19%-os növekedés. Rajongói tokeneket meg 362 millió dollár értékben 4,5%-os növekedés.
Csak 4,5, tehát semmi a nagy pénzeket nem tolták rá most megint, és mégis rohadt jól áll az egész történet szerintem. Hol, jaj, ugye itt vagyok, csak vissza kell menni. Igen, mert olyan jó, jaj, tegnap Santos, majd mindjárt elérek, addig Santos, se, nem bírtam ki, hogy ne vegyek Santos, meg ne vegyem vissza a rendert, úgyhogy mindjárt mondom majd azt is, hogy hogy volt, mint volt. Mert hogy ezek úgy nyomják, mint az állat a rajongói tokenek, a full piros piacban, amikor mínusz 2%-ban volt a bitcoin, még 10-20%-okban volt mind a három. Illetve lentebb is, hogyha rajongói tokeneket nézzük, akkor PSG, Barca, azok is megyegetnek, meg az Alpine, még a Forma 1-es is, pedig az is úgy megült az utóbbi hónapokban, de még a Forma 1-es token is megy, mint az állat. Na most már nem fogok azt is venni, már megvan a három fot is, jó, hagyd szóljon. Most már megnyugodtam, na mindjárt elérek eddig is, úgyhogy tovább. Kadénánál friss hír jött. Gyerünk. Mi az a medencés? Egy medencés. Hova tűnt a mede? Hol vannak ezek a hírek, hogy néha bejön, néha eltűnik? Nem tudom, mi van itt a Twitteren. Jó, becsomagolt bitcoint is lehet már az Ethereum-on kapni a Lago Finance-nél. Hát az valami több lépcsős kavarás. Na mindegy, Lago Finance-nek is jött egy híre, oké. Okay. Ja, hogy K... Nem, az VBTC, az nem is KBTC, akkor mindegy. Tovább Kadénába, tegnap 8,9 millió dollár volt lekötve, na most már csak 8,5 millió dollár van lekötve, egy kicsit azért visszaesett Kadéna is, hogy itt az árak stagnálgatnak, de hát most értünk el kb. Szerintem a korrekció aljára, a hagyományos tőzsd is azt mutatja. Na akkor CoinMarket Cap-en jöttek-e ki újdonságok, amikre érdemes lenne figyelni. Nézzük ezt az első három, az Target Finance, az nem egy komoly dolog, SSV Network, de hülye nevet találtak ki neki. Ponttal, meg mindennel, mint ha valami kiterjesztés lenne. Aha, Santost mutatják, jól jön megint vissza, hogy mindjárt kitérek rá. SSV-t meg 3D-t nézzük meg. SSV 236. helyen van. A Blocks, valami volt a Blocks előtte, mutasd csak, hát címkésztetek ide le. Cserélték. Hát ennek már nincs semmi adata, jaj, pedig de megnéztem volna. Ez már nem egy jó jel, hogy amúgy ez volt a nevünk, de most valami nem volt százas, úgyhogy lecseréltük most a, jaj, még ezért furábbra a nevünket, az egész céget. Hát ez nem tetszik, följ, rengeteg sok foly van. Egyszer 150 milliós a piaci értéke, az még egynek elmegy. De végtelent lehet kiadni belőle, akármelyik nyomtatnak, az már nem jó. 16%-ával kereskedtek a piaci értékének, egynek elmegy. Hát növeget ez, hát nem tudom, a honlapját mindjárt még megnézem. Binance-en, GTM-en, Maxi-en, Uniswap-on lehet kapni. Honlapja azt mondja, hogy distributed wallet, infrastructure. Mi a jó Isten? Hát ez hova? Validátor infrastruktúra a fejlesztők számára? Hát ezt nem is értem. Hát mindenhol megvan, eltere most csinálja a saját validátor hálózatát, mindenhol ott vannak a validátorok, a befektetés alapúakon. Ezt nem értem, hogy jön az SSV itt a képbe. Na jó, akkor ennyi. Van egy ilyen SSF is valami, hogy partnereik vannak, vagy valamit csinálnak. Milyen? 21-22 január, teszthálózat ösztönző, teszthálózat 2, majd júliusra, majd egyszer valamikor lesz főhálózatok. Hát már jó, most esik le, hogy 22-nek már második felében vagyunk, már júliuson is túl vagyunk. TBD, majd egyszer elmondják, hogy majd a főhálózat az valamikor, majd mikor lesz. Mi ez részletes térkép? Ülj, de bele, nem szoktam én eddig nézegetni őket, na még ide gyorsan bele. 22 második feléről mondjatok nekem valamit, layer 0. Na jó, annyira nem érdekel, hogy aki akar bogarásza, engem nem fogott meg, főleg úgyhogy végtelenet lehet nyomtatni belőle, oké, hagyjuk is ennyit az SSV Networkről. Tovább 3D coin, hát ezt gyanítottam, hogy 1000 fölött lesz, 1600. helyen van, 1628. Jaj, 570 ezer dollár a piaci érték, 1 millió nincs a piaci értéket, össze-vissza tudják manipulálni, azért nőtt ez 2500%-at, mert valaki beletett pár tízezer dollárt, vagy 100 000 dollárt, az rögtön 2000%-ot nőtt. Szétmanipulálták az árát. 100, de hogy 100, 1500, az 1000%-ával kereskedtek, 10-szer annyival, mint az egésznek a piaci értéke. A elmúlt 24 órában amúgy véges, 35%-a ki van adva, összességében, jaj, hát ez egy akkora pump and dump sima, hogy förtelem, ez gusztustalanul förtelem. Aki pump and dump-olni akar, azt játszhatja. Hogy beteszi a pénzt, aztán amikor megnő, tudom is én, kétszeresére, háromszorosára, akkor beállítja előre, hogy ha kétszeresét növi, akkor adjon el mindent. Utána visszaesik, aztán megint beállítja, hogy ha megnő kétszeresére, adja el, utána megint visszaesik, visszaveszi, ha megnő, adja el. Jó, hát ez a legförtelmesebb, de ezzel ellentétben a legszervezettebbnek tűnő piramis, nem piramis játék, pump and dump séma. Hát ez valami...
Hű, na jó, ezzel, hát lehet, hogy valaki ezzel egy százalékkal, ha valaki ezt akarja játszani, lehet, hogy lehet vele játszani. Bár már fél éve nem játszotta a Pump and Dumpot. Sőt, 2020 március óta másfél éve meg se nyikkant az egész, csak be volt halva, vízszintesen ment. De most lehet, hogy elkezd megint így cikcakozni, a fene tudja. Hát én tartom magam távol az énektől. Csak a penkészöpen kapni, hát persze. Jó, na nézzük tovább. Draka, nem, hát itt se ért semmi. Na, ez az Alvejcsén, ez is valami hülyeség lesz, de azért nézzünk rá, ez az egy, amit még nem ismerek innen. 2700. helyen, persze, hogy hülyeség, full piros, azt tudják, mennyi a piaci értéke. 4 millió lenne, az se lenne sok. Egyébként véges, 270%-ával kereskedtek, megy fel, mint az állat, de mit csinál ez a semmi? Penkészepen kapni már rögtön rossz, hogy csak ott semmi más komoly kriptotőzsdén. A jövő blokklánca most kezdődik. Tötrötrö, VR virtuális. A világ első virtuális valóságos multiverzum tőzsdéje. Mi a jó Istent akarnak ezek? Értem én a koncepciót, de hát ez hova, hogy csak ez egy virtuális szemüvegbe, 3D-be fogom látni, hogy rányomok a gombra, hogy megvettem a izé kadénát, vagy a bitcoint. Ezt nem értem, miért kell a 3D-vé, de... Hát, furcsa... Aha, ez a... Üdvözlünk a mókás kereskedésbe, hogy virtuális szöveggel nézgetik az ábrákat. Ezt van egy picurka érdekesség, van benne, de én ettől távol tartom magam, jó? Nem kell ez ide nekem. Ja, ezt tök szépen megcsinálták, a sok elf. Megyek én is elfnek. Jó, na jó, hagyjuk is. Alvécsén. Oké, és akkor vissza. És akkor kezdjük is szervei csereottal. Azt mondja, hogy még napi baj, nem napi baj, jó, 15 percesben is jó, az még meddig látunk. Tegnapba még belelátunk, akkor jó. Kezdjük szervei csereot. Csak nem bírtam magammal. Egyszer a render tokent vissza akartam venni, mert vaj, a vérszemet kaptam, hogy a Santos is plusz 20-25%-ba volt, meg a render token is plusz 15%-ba tegnap. Úgyhogy szépen itt hajnal, nem is csak éjfélkor, fél egy, valahogy megvártam, még lehozzák a hagyományos tőzsdén, mennyire fog szakadni. Tetretre. Bitcoin kicsit lejött, de úgy nem nagyon ment, nem akart a Bitcoin már 21 ezer alá komolyabban leszakadni. Úgyhogy hol volt az? Itt volt tegnap, 0 órakor, 0 óra 15, és már jött is vissza. Hát mondom, akkor én jó, itt 0 óra 20 perc környékén, vagy valahol elkezdtem veszegetgetni, vagy valahogy úgy azután, és akkor az lett a vége, hogy render token 0,6-on vettem vissza. Hát 0,61, 0,6, 0,6 akár mennyin. Jó, hogyha render itt azóta nem is akar lemenni a 0,6-ról, úgyhogy ez tök jó, meg a render token az nagyon nagyot nőhet, az ugyebár 7 dolláron is volt. Úgyhogy amúgy is azt akartam, hogy 2% volt benne van, az már sok, mert a Flux sokkal komolyabb, csilliárdszor komolyabb a render tokennél a Flux. Úgyhogy a Flux az viszi az egészet, de azért egy kicsit hagyhatjak már renderbe, és csak 1%-ot akartam, úgyhogy most tettem bele 1%-ot végül. És akkor, tovább, egyszer, jó, miket adtam el, kezdjük innen a legelejétől, mert ezt se véletlenül hagytam itt. Hogy mérlegeltem? Algorand volt, akiket mérlegeltem, hogy akiket eladok, meg ki kell tenni, ugyebár nekem riskítani kell az 50-es portfóliót, nem megyek fölé, mert akkor teli lenne szeméttel. Mindig csak 50 van benne. És akkor kettőt el kellett adni, hogy be tudjam hozni a Santost, meg a Render Tokent. Algorandot néztem, hát Algorand csak Scaramucci-k nyomják, amúgy úgy nagyon nem sok semmit csinál, az El Salvadori kormánypénztárcát, a applikációját írták meg az Algorandon, de úgy nem sok vizet zavar, ez a növekedés is itt 2021 második felében szerintem azért lehetett csak, mert Scaramucci-k brutál túlvásárolták magukat Algorandból. Azt hittem, hogy akkor lesz az Algorand a Skybridge Capitalnél. Jó, úgyhogy Algorand az se egy olyan... egynek elmegy, de vaciláltam rajta, hogy eladja meg. Viszont a végén azért döntöttem amellett, hogy megtartom, mert itt van. Május második a hír, a FIFA-nak az Algorand... Menj már vissza! Az Algorand lett a hivatalos blokklánca a FIFA-nak, a foci szövetségnek az Algorand. Úgyhogy jól mondom, akkor Algorand maradott azért. Ennyit hagyjunk már, csak 0,5% van benne, azt akkor ne adjuk már el a FIFA mellett, ennyivel álljunk ki, mert az húzhatja fel az érmény jobban majd. Na akkor tovább, Elrond. Az Elrond nekem sose volt egy kedvencem, egy olyan átlagos átlag. Itt vettek 1 billió dollárt, beletoltak, de utána el sem mondták, hogy hova mit csináltak azzal az 1 billió dollárra, felszaladt az ára, utána megesik le. Jó, hát azóta mindenki esetleg, mert november óta mindenki, de el sem mondták, hova tették. Na jó, nekem már nem tetszik az Elrond. Hát, úgyhogy végül csak az lett, hogy az Elrondot azt eladtam, illetve itt a legfrissebb hírek az Elrondon, hát a legfrissebb hír az 2022. április 14. Azért március meg január.
Hát 3-4 havonta tesznek ki valamit, hát hetente kéne, vagy legalább havonta 2-3 hírt, ha valaki komoly, akkor legalább havonta 2-3 friss hírt ki kéne tenni a honlapjára, hogy mit csinálnak szerintem, úgyhogy ez se százas. Ezért nem szeretem a Tront sem, mert a Tronon is jöhet, meg még 2022-es hír talán nincs is az alján. Ha mindjárt megmutatom, TRX Tronnak a honlapján, ott megint Justin szám valami 2020-as vagy 2021-es kép van a legalján. 2020 március 8, 2019, ja, 2020 március 8, ez a legfrissebb CZ-vel ott állnak ketten. Azért 2019 június 4, azért 2008 április 7. Hát ezek a legfrissebb hírek a Tronnál, így ilyen Tront az ember, hogy 2 éve még egy annyira nem futotta, hogy egy hírt kitegyenek ide. Jó, a Tron az nagyon egy látvány cirkuszos dolog, olcsók a tranzakcióik, meg benne van a top 20-ba, de szerintem nagyon zsivány, nagyon tartózkodok tőle. Na, úgyhogy Erronnál is mondom, ennyit nem bírtok, hogy kitenni egy hírt, legalább egy-két hírt ezért havonta, akkor mentek a fenébe. Amúgy sem volt kedvenc az Erron, úgyhogy ő az egyik, amit eladtam, Oasis-en, Oasis, vagy Oasis-nek a Rose, még ezen gondolkoztam, mert tetszeget azért szeretem, tetszett nekem a Rose, meg minden az is véges, viszont az Oasis csak eladtam végül, új kora a blokkláncoknak az Oasis, az egy skálázható első szintű blokklánc protokoll, előre fogja lendíteni a Web3-akat. Jó, értem én, de hát arra ott van nekem a Kadena, meg kismilliómás első szintű protokoll, ami jó tudsz. Úgyhogy a Kadena meg főleg skálázza magát, ugye csak elengedtem sajna, még az Oasis-t elengedtem, annyira nem sajnáltam, mint a Render Tokent jobban sajnáltam volna, hogyha ezt nem fogom tovább. Úgyhogy Oasis-t adtam el, illetve Errondot adtam el, és akkor Render Tokent azt meg visszavettem 0-6-on, mert ugyebár jó, hát a Flux, ezt már mondtam az előbb, a Flux fog mindent, a Flux lesz a legnagyobb játékos itt az egész szektorban szerintem, de egy picike azért hagy legyen a Renderbe is. Ahogy mutatja, hogy nem olyan akar ő lejönni, reméljük tényleg most már nem is fog 0-6 alá. 0-55-on adtam el, 0-56-on még hétvégén, úgyhogy olyan nagyon mínusz, egy 10% mínusz vagyok, ennyivel se, amennyivel visszavettem. Illetve a Santos volt még, mert ugye a Portót, Lációt vettem. A Portót azt vagy 5-6-on vehettem, a Lációt vagy 4-3-on, a Portó már 6 fölött van, 6,1, a Láció már 5,6-on van a 4,3-ról. És Santost vettem még. Santos azt tegnap azt se bírtam ki, mert ahogy mondom, akkorát nőtt, hogy ez tényleg oké, hogy mert nem volt olyan előéleten, a várjunk csak, megmutogatom mindjárt őket. Jó, Bitcoin így, mert hogy néztem én is, hát hülye vagyok most, csak lát, tegnap este így nézegettem pontosan. Ja, csak egy órás volt, egy órásban volt, igen. Bit, mondjuk Bitcoin szempontjából tök mindegy, de betettem a 4-et, na így nézegett a francba már Dow Jones, ha mit csinál ez itt nekem. Na jó, akkor gyorsan bedobál. Ejj, hogy elmész már a fenébe. Na jó, azt mondja, hogy Santos a legkeményebb, igen, Láció, Porto, hogy mindig visszamegy, Láció, oda meg menjél vissza, oda meg egy Portót. Igen, és akkor azt mondja, egy órást akartam én. Igen, és itt látszott, itt van 18-a, ugyebár, hogy nőtt, megindult minden 18-án. És mind a három egyszer annyi, hogy a Santos az előtte már nem nőtt olyan irgalmatlan nagyot. Santos nem lépcsőzetesen nőtt, azért nem tetszett még első körben, de hát csak hozzávettem őt is most már. Mert ugyebár itt volt július 29-én, a Lációt meg a Portót is elkezdték venni, mint az állat, a két alsó. Itt is, meg itt is. Santosnál meg nem sok semmi, ott ez szinte semmit, az 10%-ot nőtt, csak a Láció, meg a Porto, azok meg ilyen 20-40%-ot, úgyhogy elmondom, ez szebben néz ki, lépcsőzetesebben növekszik, stabilabbnak tűnik, ahol a Santosnál meg nem volt ilyen. Viszont most az utóbbi napokban, ahogy beindult mindegyik itt, meg hát ez hasonszőre szinte ugyanúgy, mert az összes, és akkor legalább annyira megnyugodott a kis lelkem, mert akkor megvan a 3 focis tokenem, rajongói tokenem. Megvan az 5%-om, mert 2 van a Chili's-be, meg 1-1-1 ebbe a 3-ba. Úgyhogy most már aztán nyugodtan vagyok, a teljes portfólióm 5%-át bele tudtam durrantani itt ebbe az egész szektorra, pont akkor, amikor ugyebár, na még egyszer vissza egy óráiba, amikor 18-án megláttuk, hogy 1 billió dollár értékbe kereskednek már, hirtelen egy nap alatt úgy megszökött, hogy brutálisra a kereskedelmi mennyiség a rajongói tokenek tekintetében, akkor utána tökéletesen, amikor húzott volna fel az égbe, vagy húzott még tovább, akkor beszakította, jött az a korrekció, amit már előre jeleztem egy héttel előtt, ezelőtt, vagy másfél hete, vagy valami, az olyan szépen visszavágta az irgalmatlan növekedést, hogy ott tökéletes pont volt venni szombaton. Úgyhogy fel is tankoltam, egyedül ezért Santos nem vettem, de ugyebár tegnap már az is nőtt, az is megint kezdett elszállni. Viszont a vége az lett, hogy na most akkor a Santosra felszálltam 12 félnél, úgyhogy tök jó volt még itt tegnap. 12 fél, a pont itt van a 12 fél, ja nem, a 13-8-ra lejött.
Mi? 13, de 12 fél kell nekem, várjunk, már az órait akartam nézni, azért vagyok megkavarva. Igen, itt az órai, jó. Az óraiban itt volt a 12 fél, itt mocorgott egész éjféltől hajnalig. Úgyhogy jó, hogy 12 félnél, ahogy mondtam, hogy 0 óra, 20 perc, ilyesmi, 25, ahogy már láttam, hogy na hát én nem, már nem fog, ez jó, jó gondoltam, nem fog lentebb esni a bitcoinot, akkor vettem is belőle. Úgyhogy jó, most már Santos is van, oké, a portfólió, 1-1-1 százalékkal Santos portoláció, illetve a render tokent, és akkor 1 százalékkal visszavettem, azt se akar levenni már 0-6 alá, ahol visszavettem. Én jó, na vissza bitcoin, nem oda kell a bitcoin, ez a Santos, de tök mindegy, ide kell a bitcoin, ki kell, vissza kell menni egy képernyőre, igen. Na még egy napit, aztán haladhatok tovább, jó, az is jó helyen van, elmondtam a szervai csereottot is, mit miért adtam el, miket hoztam be, ezeket majd bepattintom a helyükre, és akkor Bitcoin mínusz 1%-ba, plusz mínusz 5%, de hogy is a, hát mínusz 5, nézzük meg a plusz, ne, aki zöldben van, plusz 1%, meg mondjuk, mennyi mínusz 5-ös lesz? Lesz egy pár mínusz 5-ös, hát az se lesz egy kirívó. Aki zöld, mondjuk legyen úgy, hogy plusz 2%, mínusz 8%. Nézzük így. Mínusz 7, 8, na majd meglátom útközben. Plusz 2, mínusz 8, plusz 2, atom, szia atom. 2,5% pluszban van az atom. Plusz 7%, szia csiliz, 7% pluszban a csiliz. Tök jó, hogy vettem belőle is tegnap előtt az alján. Oké. Na, ki van itt? Hát ilyen 7-8%-os mínuszok nem is nagyon vannak. Kiber Network. Már Polygonnal még jobban leszerződtek. 4% pluszba a Kiber Network. Tötörötörö. Lélke, hát itt is mínusz 6%, mínusz 5-6%-osból van egy valak, de csak a kirívóbbakat akarom mutatni. Hát a Vazirix jó, egy 4% pluszba van. Szegény, nincs, nincs a helyzet magaslatán. Azt mondja, hogy jó, ennyi mindenki a mínusz 5-6 százalék, vagy mínusz 2, mínusz 6 százalék e közt vannak úgy nagy részt az összes mindenféleség. IoT szektorban az MXC 2 százalék pluszban van. Rajongói tokenek, hát azok minden nagyon erősen tartja magát, brutálisan beindult az egész szektor 2, hát most már 4 napja. Azt mondja, hogy PSG 5,5 százalék pluszba, Barca 3,5 százalék pluszba, Alpine, Forma 1-es Tsumó 12 százalék pluszba. Jó, és akkor a vegyes bevásárló lista érdeklődés, és sorrendben a Toncoin, nem még a végén a Toncoint is elkezdik. Azt most úgy tudnék venni, mert az csak az FTX-en van, arra még fel sem regisztráltam. 15% pluszban a Toncoin, az afrikai sztori. Jó, na ki van még itt? Hopp, egy mínusz 8%-os az NKN. Hát igen, azt mondtam, hogy ez a kanóc, az nem. Az nem egy reális. Oké, Propi 1,5% pluszba, jaj, rohadtul vigyázni vele, ez is egy semmi kb. RLC 2% pluszba, az még egész jól tartja magát az utóbbi időben. XYO 9% mínuszban. Tegnap nőttek egy izért, mit nőttek? 30-at, de most 9-et vissza, vagy 8%-ot vissza. Nem ajánlott gyengékből a Litecoin 2% pluszban, Bitcoin Cash 1% pluszban van. Nem ajánlott algoritmikus stabil kriptósok közül senki semmi, a picike változás nem mondom. Nem ajánlott szerintem rizikósak, na itt a Lido. Lido 7,5% mínusz van, de ugye már úgy lő ki az égbe, ez nagyon eszméletlenül tartja magát. Ethereum, a stékelt Ethereumoknak a jó része, vagy 20-30% az a Lidóban van lekötve. Még ha nekem nem is tetszik, mert ilyen Ethereum, stékelt Ethereumot csinál, Ethereum másolatot, ami nem is tartja az egy Ethereumos értékét. Jó. A Telcoin az se ajánlós, egyáltalán 1,5% pluszban van, de minek? A Rubik az meg 6,5% pluszban, de ez megint egy pump and dump séma. Felmegy, lemegy, felmegy, lemegy, ez semmi extra. Celsius megérdemelt 23%-os mínuszban van. Jaj, de jó, hát ez már kiárt, itt volt az ideje. Hát mi a jó Istentől ment az fel? Hülyítette itt az embereket, mintha érne valamikor ezerre nyomják a csődeljárást ellene. Jó, azt mondja, hogy a Bitcoin nem egy már vissza elő volt 21.300 pontra, hogy kattintottam, lejött egy kicsit. Na jó, hát mindegy, akkor kettővel mondom. A Bitcoin 21.200 dolláron legyen ennyi mára, kösz szépen, hogy meghallgattatok, holnap ismét jövök a friss hírekkel, addig is további szép estét mindenkinek, sziasztok!